Sáréti Csalamádé, a Család magazin műsora. Az október 23-ai forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából készített ünnepi produkciót a püspöktrányi érdekeltségű Black Rose projekt. A produkció címe Mi egy vérből valók vagyunk, melynek premiére október 15-én Zsákán volt látható. Rádiónknak Rácznév Fekete Ilona, a Black Rose projekt ügyvezetője és egyik fiatal előadója Gyányi István beszéltek a produkcióról, valamint az elmúlt időszakról, fellépésekről és jövőbeli terveikről egyaránt. A Black Rose projekt ugye tavaly év második felében alakult igazából meg, és azóta már ugye a rádióban is volt alkalmunk bemutatkozni, hogy mikkel foglalkozunk. Elsősorban a püspökarány és a környéken levő igen tehetséges énekeseket, fiatalokat próbáljuk így a szárnyaink alá venni-vonni, és nyilván az elmúlt egy évben sokat dolgoztunk, sok mindenkivel bővült a csapat, és éppen az egyik nyári fellépésünk erről hazafele jövet jött a gondolat bizonyos dalok kapcsán, hogy milyen jó lenne ezt elénekelni, hol lehetne, hogyan lehetne, hogy a közeledő október 23-ai forradalom 60. évfordulójára egy emlékműsor összeállításának a gondolata pattant ki a fejünkből, és hát persze ilyenkor ugye az alkotó munka az olyan, hogy megvan az alapötlet, és utána már nagyon-nagyon gyorsan jönnek az újabb és az újabb gondolatok, hogy hogyan lehetne ezt összerakni, hogyan lehetne ezt kibontani, milyen módon lehetne. Úgyhogy egy körülbelül szeptember elején kezdődő, hát ilyen alkotói folyamatot mondanék, akkor indultunk a dologgal. A dalok kiválasztása megtörtént. Gyányi Pisti, Kis Alexandra és jó magam írtunk egy szöveget ennek az egész darabnak. Darab, hát színpadi előadás gyakorlatilag, mert egy komplex produkcióról beszélünk, amiben van próza, van vers, van ének, tánc. És egy 65 perces műsort állítottunk össze, aminek a címe A mi egy vérből valók vagyunk. Ez egyik dalnak, a műsorban elhangzó dalnak a ismert soráról lett ez a címe az egész műsornak. És megnyertük a produkció mellé gyakorlatilag a Kendergulc Néptánc Együttesnek a táncosait, illetve a csoportnak a vezetőjét, Baranyai Hajnit, akivel nyilván személyes jó barátságban is vagyunk. És négy olyan táncos állt be a produkcióba gyakorlatilag, a két énekes mellé, akiknek a közreműködésével azt gondolom, hogy egy igazán színes és remélem sokaknak maradandó élményt adó komplex műsort sikerült összeállítani. Október 15-én egy rendhagyó történelem óra keretében Zsákán volt a premiére az előadásnak, és nagyon izgalmasan telt az előkészítés is, hiszen az énekesek külön próbáltak és gyakoroltak, a táncosok külön próbáltak és gyakoroltak, és hát gyakorlatilag a premier előtti este és éjszaka találkozott egymással a két alkotói stáb, és azt kell, hogy mondjuk, szerintem ebben majd Pisti megerősít, hogy nagyon gyorsan és nagyon hamar össze is csiszolódtak, és nagyon gyorsan sikerült összevetni ezt a műsort, és az éjszakai próbát követően reggel 10 órakor már Zsákán bemutattuk az általános iskolának, illetve hát a zsákai lakosoknak ezt a műsort, nagyon-nagyon jó fogadtatásban volt részünk, és ezt követően volt még a következő hétvégén, tehát az ünnepi hétvégén előadás Besenyszöktelepülésen, Tason, ez Bács-Kiskun megyében van, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében, itt Konyáron, Hajdú-Bihar megyében, illetve most október 31-én pedig Nagyrábén és Sárit-udvariban mutattuk be a műsort, tehát összesen 6 előadásunk volt most így 2-3 hét alatt gyakorlatilag. Amikor az első október 15-i bemutatónk lement, nyilván videókat készítettünk, elemezzük folyamatosan, és kikerült az internetre egy dalrészlet egyébként, amit aztán más települések szervezői és hát művelődési ház vezetői, vagy éppen polgármesterei megláttak, és természetesen jöttek a kérések és a felkérések, és már jövő évre is vannak lekötött dátumaink, illetve fölmerült az igény arra, nem csak bennünk, mert hát mi is éreztük azt, hogy ezt a dolgot folytatni kell tovább, a táncosok is érezték azt, hogy szeretnének velünk dolgozni, nyilván az énekesek is, hogy március 15-e Trianon kapcsán is ezeket a műsorokat hasonló gondolatmenet kapcsán összeállítjuk, vagy készítünk rá egy-egy összeállítást, és nyilván az október 23-ára pedig ezt a műsort, ami már most úgymond készen van, jövő évben, illetve hát a jövőben, amikor szükség van rá, akkor bárhová szívesen elviszük, illetve hát
most az 60. évforduló kapcsán, ugye talán tudják a hallgatók is, hogy egészen tavaszig, 2017 tavaszáig a kormány ugye a Magyar Szabadság évét kihirdette, tehát az 56-os események 60. évfordulójára jövő tavaszig különböző formában, helyszíneken és dátumokon emlékeznek a lakosok, ki hol, és én nagyon bízom abban, hogy lesz még alkalmunk, akár most ebben az évben is, vagy hiszen vannak még folyamatban tárgyalások, vagy akár a jövő év elején is bemutatni ezt a műsort, és jövő október 23-án pedig majd ismét a napján bárhol. Rengeteg szálon fut a Black Rose projekt, azt kell, hogy mondjam, vagy mondjuk. Hát ugye sok nagyon jó énekessel és művésszel bővültünk itt az utóbbi hónapokban. Az Illés Emlék turnének a jövő évi koncertjeit, ugye hát ezt már elmondtuk itt a rádióban is, hogy a Black Rose szervezi az Illés Lajos Emlék turnének a koncertjeit. 2017-ben az Illés zenekar 60 éves lesz, akkor szólalt meg először, és Illés Lajos pedig 75 éves. Úgyhogy március 18-án Budapesten elkezdünk egy koncertsorozatot, és már most ennek a jövő évi koncertturnének az előkészítése folyik nagyon nagy gőzzel. Természetesen a Fiatal Énekesek Klubja, aki bővül, vagy akinek a csapata bővül, és folyamatosan frissül, és újabb tehetségek ütik föl a fejüket, nem csak Püspökenyhában, hanem a környéken is, és hát már keresnek bennünket, mondhatom büszkén, hogy szeretnének beállni a stábba, vagy a csapatba. A Fiatal Énekesek Klubjának november 26-án Püspökenyhában lesz egy évzáró gála műsor. Ennek több apropója van. Lesz egy dalpremiér ezen az estén, az egyik énekesünk saját dalát mutatjuk be, illetve a Fiatal Énekesek Klubja ebben az évben nem nagyon volt alkalom arra, hogy Püspökenyhában szerepeljen, és most úgy gondoljuk, hogy vannak olyanok, akik családtagok, barátok, ismerősök, akik esetleg kíváncsiak arra, hogy az elmúlt egy év hogyan telt, hiszen rengeteg fékes fellépésünk volt falunapon, zárt téren, akárhol. Készülünk az adventre, most az adventi műsoraink állnak már össze, több településre megyünk ezzel. Két zseniális operettes strábunk van, mind a kettő művészek, tehát abszolút profi képzett művészekből áll, az egyik nagyváradi stáb, a másik egy egri. Készülünk a szilveszterje, szilveszteri parádét és mulatságot több stábbal állítottunk össze, és azt kell, hogy mondjam, hogy az az alkotó erő, ami ebben a csapatban van, és az a fajta sok pozitív visszacsatolás, amit kaptunk az utóbbi hetekben, hónapokban, meg az összetartás, meg úgy az emberi viszonyok, abszolút generálják ezeket a dolgokat. Tehát, hogy szerintem egy percig nincs időnk és alkalmunk unatkozni, mert folyamatosan jönnek az újabb és újabb ötletek, hogy mit lehetne csinálni, és nagyon sok tervünk van már a jövő évre is. Sok dologgal fogunk még ebben az évben előrukkolni, ami remélem, hogy sok pozitív meglepetéssel fog szolgálni, és nagyon úgy gondolom, hogy nagyon pozitív évet fogunk zárni így. Márciusban kezdtük gyakorlatilag a nagy menetet, és szerintem az elmúlt 8-10 hónapban rengeteg dolgot letettünk az asztalra, és hogy visszajön az, hogy a sok munkának van eredménye. Milyen műsorai vannak a Black Rose-nak? Tehát van az Illés Lajos emlékturné, van az 56-os, illetve van a Fék. Igen, de vannak az operetteseink, tehát a Hoperett, illetve a Lárifári Operettársulat, illetve van a Liba Vonat zenekar, a gyerekműsor, akik a Liba Vonat gyermekzenekar, aki egy nagyváradi csapat, és most is lesz 6-7 koncertünk novemberben velük. És gyakorlatilag komplex falunapokat állítunk össze, hogyha megrendelne bármelyik települési önkormányzat, reggeltől késő estig, vagy éjszakáig nyúlóan komplet falunapi összeállításokat viszünk. Tehát ugye a saját produkcióinkon kívül természetesen az ország bármelyik énekesével, zenekarával dolgozunk, attól függ, hogy milyen megkeresések érkeznek. Például Homonyik Sándor, vagy a Happy Ganges fiúk, de ugye Cibi Norbi szintén, akivel még mindig megyünk fellépésekre, amennyiben erre igény mutatkozik. De hát tényleg Szabó Ádámmal több alkalommal voltunk már több helyszínen, és tényleg mikor, honnan, milyen igény merül föl. Tehát gyakorlatilag nyilván a vállalkozásban a műsor közvetítés, mint olyan, az azt is takarja, hogy akit a megrendelő szeretne, az gyakorlatilag bárkit oda tudunk varázsolni, és azt gondolom, hogy elég mobilan... Tehát elég mobilan tudjuk és oldjuk meg azokat az igényeket, amivel előállnak a megrendelő települések. Úgyhogy nagyon termékeny évünk volt, mint kapcsolati hálóbővítésben, mint pedig abban, hogy hány műsorunk és hány produkciónk van. Nyilván majd évvégén egy számot vetünk arról, hogy hány fele voltunk és milyen produkciók. A Fiatal Énekesek Klubjának most az alaptagjai Jány István, Horváth Zoltán és Újvári Orsolya. Perei Andrea is
De Andi most anyai örömök elé nézett, szeptemberben megszületett a második gyermeke, és most a babájával van elfoglalva egy picit, de már beszéltünk róla, hogy a következő időszakban, a jövő év elején, vagy hogy mikor fog visszaállni a csapatba. Még amit nem mondtunk, hogy november 13-án is megyünk például Udvari Balovardába, Márton napra, és ott is föllépnek a fékesek például, de hát most sorolhatnék sok fellépést még, hogy mi minden lesz, mert 10-én Aradmánypuszára megyünk a Happy Ganggel, tehát hogy nagyon sok minden van még ebbe az évbe is még, de szilveszterig gyakorlatilag, ami előttünk áll. Hát igazából így mind a Black Rose projekt, mind az 56-os emlékműsor ugye, mind szakmailag, mind pedig emberileg rengeteget tett hozzám, meg úgy gondolom, hogy ez az egész produkcióhoz. Ahogy Májucu is mondta, egy éjszaka alatt egymásra hangolódtunk úgy a táncosokkal, ahogy Szandival is például Pesten próbáltunk, és ott is egyből meg volt mindenhol a közös hang. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert ez lesüt a színpadról is, tehát az sem mindegy, hogy egy 2,5 óra hosszás utat csendben ülsz végig, vagy jókedvűen úgy érsz oda egy fellépésre, mint ahogy az sem, hogy tényleg egységben volt az egész, tehát mindenkinek rezzenéstelen, feszes arca volt, ahogy az alkalomhoz illő volt, és ezt a feszültséget több helyen is ki is emelték, hogy ez mennyire jó, és mennyivel magára ragadta az embereket. Szakmailag pedig talán az volt a legjobb, mindenhol nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, én is személy szerint, a Black Rose projekt is, és maguk a táncosok, énekesek, tehát az egész produkció. Nekem mindig az a legnagyobb célom ezzel, hogy bebizonyítsam azt, hogy mennyi különféle ember lehet a művészettel egymáshoz teremteni. Ebből a szempontból ki tudnám emelni például Tas városon az előadásunkat, ahol három teljesen különböző karakterű ember, egy nyugdíjas öreg bácsi, egy ilyen középkorú hölgy, és egy, hát, rocker motorosnak tűnő férfi ültek a terem három különböző pontján, és az egyik dalom közben felnéztem, és azt láttam, hogy mind a hárman sírnak. És nyilván mind a hármuknak teljesen mást adott az érzés, de szerintem annál nagyobb elismerés nincs egy művésznek, művészpalántának, mint amikor látja, hogy adott valamit, amit nem feltétlen tudja, hogy mit, de mégis adott valamit az embereknek, és teljesen különböző embereket tud összehozni. Ez például egy nagyon jó pont volt, valamint Zsákán is ugyanez, hogy ott ugye gyerekek voltak, és ott is kaptuk azokat a visszajelzéseket, hogy nagyon jó, hogy egyben a tánc, kicsit a dráma, a líra, a próza, minden megy egybe, és ezeknek a gyerekeknek is a figyelmét le tudott kötni több mint egy órára. Egy olyan dologgal, amit szárazon egy történelem órán nem biztos, hogy annyira jól vesznek, így viszont oda is figyel rá, és egy élmény maradnak. Távoli terveim azok, mindenképpen azok, hogy én a pályán szeretnék maradni. Döntöttem hangképzés területén is, döntenem kellett arról, hogy ez színház, vagy pedig populáris könnyűzenei szakma. Én a könnyűzene mellett döntöttem, mert úgy gondolom, hogy ott sokkal őszintébb tud maradni az ember. Persze ez nagyon nehéz döntés volt, mert én nagyon szerettem mind a drámát, mind a színházat, de így úgy érzem ezzel hozzám közelebb. Ugye a 26-ai műsoron lesz egy dalpremiér, az elárulom, az én dalom lesz, az én saját dalom. Hát ez úgy gondolom, hogy egy ilyen, hát nem hitvallás, de ez vagyok én. Tehát végül is tényleg magamat adom ebben a dalban, mind hangilag egyből megfogott, én írtam rá magam a szöveget. Ez a dal arról szól, hogy igazából az én szempontomból arról szól, hogy mennyire szeretek a színpadon lenni, és hogy miért gondolom azt, hogy jó ott lenni, és ugyanez, amit mondtam, hogy az érzelmek útján mindenkinek adhatsz, és ezáltal te is kapsz a visszacsatolásokból. Másrésztről pedig úgy gondolom, hogy egy kicsit mögé nézünk a soroknak, akkor mindenki megtalálhatja benne azt, hogy igazából mindenki egy színpadon van, én ezt úgy gondolom. Van, aki fél rajta lenni, van, aki nem, de előbb-utóbb mindenkiből előjön önmaga, és ezt fel kell vállalnunk, ezt nem szabad szégyelnünk. És én azt gondolom, hogy legalábbis azt remélem, hogy ez egy megerősítés lehet ez a dal az embereknek, és találnak benne maguknak valami érzelmet, amiben meg tudnak kapaszkodni, hogyha nehezebb napjaik vannak. Sáréti Csalamádé, a Család magazin műsora.